hogy voltak olyan emberek, akik 4, 3, illetve 2 csomagot is kaptak, tehát nem úgy történt a kiosztás, hogy egy adott főnek egy csomag jutott, ahogy egyébként a törvény előírná. Szabó Balázs, a szekszárdi városvédők elnöke azt gyanítja, hogy a veszélyhelyzet idején nehéz helyzetbe kerülő családok megsegítésére kiosztott segélycsomagok egy része nem oda került, ahova kellett volna. Azt állítja, 60 rászoruló család jelezte, hogy ők kimaradtak ebből az akcióból. Ács Rezső szekszárd polgármestere még márciusban a koronavírus járvány kitörésekor döntött arról, hogy 1000 darab 10 000 forint értékű tartós élelmiszert és vegyi áru tartalmazó csomagot oszt ki az önkormányzat szociális rendszerében szereplő 700 rászoruló között, és 300 csomagot az időközben vagy a járvány miatt nehéz helyzetbe kerülő családoknak. A csomagok kiosztásának koordinálását és lebonyolítását az ilyen szekszártagokból álló Szociális Egészségügyi Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság végezte. Ők ezt az önkormányzati pénzből, az adófizető pénzéből a saját kampány céljaikat teljesítették, ugye fölhúzták a saját pártpolitikai pólójukat, és ebben a saját szavazóiknak osztották ki a csomagot. Kihangsúlyozom, ez mi nekünk egyelőre erős gyanunk. A városvédők elnöke úgy véli, nem rászorultsági, hanem politikai hovatartozás alapján dőlt el, kik kapnak a 10 000 forintos csomagból. Ez a szocialista, balliberális szivárványkoalíció vezeti a városunkat, most is bizonyítja, hogy képtelen arra, hogy megfelelően dolgozzon, csak a kampányban tudnak jeleskedni. A szekszárdi városvédők vezetője a jegyzőhöz fordult közérdekű adatigényléssel, hogy a csomagosztással kapcsolatos minden adminisztrációt kikérjem.